Jelenleg nincs koronavírussal elkülönített beteg a miskolci önkormányzati idős otthonokban. A 6 intézményben csak nem 700 ellátottról több mint 400-an gondoskodnak. Már 2 miskolci idős otthont ellenőrzött a hatóság, és elkezdődtek az átalakítások is, hogy jobban el tudják különíteni a bentlakókat azoktól, akik esetleg kórházi kezelés után kerülnek vissza az intézménybe. Izolált betegről egyelőre nem tudunk. Felső légúti tünetek miatt vizsgáltak meg 3 idős otthonban élőt. Egyiküknél mind a 2 teszt negatív lett. A másik 2 lakó első tesztje negatív, a második eredményére várnak most. A koronavírus járvány megelőzése érdekében az országos tisztifőorvos rendelte el az idős otthonok felülvizsgálatát. Az elrendelést követően húsvét után itt Miskolcon, intézményünkben is elkezdődött ez a vizsgálat. Egyelőre 6 telephelyünk van, aki a bentlakásban érintett a városban, 3 gondozóházunk és 3 bentlakásos intézményünk. Jelen pillanatban az elmúlt héten 2 telephelyen történt meg ez az ellenőrzés. Az őszi napsugár otthonban és a Szent Hedvig otthonban is azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a veszélyhelyzetben előírt útmutatásoknak, kormányrendeleteknek. Gondot okoz, hogy az időseket ellátó otthonok nem egészségügyi intézmények, így a közösségi terekben nem tudják elkülöníteni a bentlakókat, így azokat most át kell alakítani. A hatósági ellenőrzést az Aranykor idős otthonban, a Bulgárföldi, az Észak-Kiliáni és az Aranyalkony gondozóházban is elvégzik. Jelenleg kijárási tilalom van az összes idős ellátó intézményben, és a dolgozókra is komoly előírások vonatkoznak. Történik a minden intézményegységünkben a lázmérőzés. Ez gyakorlatilag mind a dolgozók, mind az ellátottak esetében napi 2-szer megtörténik. Emellett a dolgozók tekintetében egy fontos szigorítást tettünk a munkakezdéskor, ami konkrétan a benti ruha és az utcai ruha útjára irányul. Ezen kívül minden nap nyilatkoztatják a dolgozókat, hogy tudnak-e környezetükben felső légúti beteg emberről.